Kis. Kis Ágnes. Lő. Bent van 1-0. 1 perc 45 másodperc eltelt, vezetnek a vásárhelyiek. Most láthatjuk, hogy ebben a helyzetben Sárkány Zsuzsanna jött be középre. Kovács Anita megy fel közben, és lő egy gyönyörű gólt. Ember hátrányban megszerzi a vezetést a Makó. Támadó szabálytalanságot láthattunk, ebből pedig gyorsan megindult a Makó, Lovicsék kapja a jobb szélen, és már csak be kell lőni, be is lövi, 3-2. Kovács, majd Tószegi újra. Nem igazán találnak helyet a lövésre, most távolról hatalmas gólt lőtt Tószegi Krisztina, megvan az első gólja a mérkőzésen. Az állás 10 perc után 3-3. Kozserán gyönyörűen két ember közt betört és be is lőtte, fantasztikus megmozdulás volt. Kovács nagyon messziről lő, de belövi, 6-4. Gyönyörű találat volt. Kis Domján Dóra, Kis Ágnes, Kovács. Bevonják Hegyit is, Tószegi. Tószegi visszakapja, a lövése pedig utat talál a kapuba, 6-5. Tószegi, Hegyi újra Tószegi messziről, belövi újra, mintha az előző találatát láthattuk volna. 7-6, Tószegi ezzel 3 gólos. A büntető mögött pedig Kovács áll, aki belövi. Dani Szilvia lábai mellett. Kovács Dorina megszerzi az első gólját ma. 9-8, 5,5 perc van még. Tószegi. És Kis most helyet cserélt. Jobb átlövőbe jött most Tószegi, most van nála a labda. És onnan is lő egy gólt. Kovács Anita már a labdával, átviszi az egész pályán, és lő messziről. Gyönyörű találat volt. 10-9-re most vezet a Makó. Kis, Hegyi próbál betörni, és nagyon bal szerencsés Makói részről. Dani lábai alatt perdült a gólvonalon túlra a labda. Ő sem lő egy bejátszás próbát, amit Kozserán fülelt le. Nagyon szemfülesen, már csak be kell lőnie. Nagyon higgadtan, be is lövi 13-12. Tószegi megy fel és lő. Ezt is belövi. Kozserán Krisztina mellett. 13-15, Lovicsék megy be. Gyorsan sikerül is válaszolnia. Kovács messziről lő, belövi. Az állás egyenlő. Tószegi bejátszását Matyi Katalin szerzi meg. És végig rohog bele az egész pályán. A kapus vele szemben, őt ez nem érdekli, belövi. Tószegi Völler mozog be. Ketten próbálják ott csinálni a helyet Kovácsnak lövéshez, és jól csinálták, 17-18. Lovicsék. Nagyon szép dobás volt. Tóth Orsolya veszekszik a védőkkel, hogy mentett el a labda. Szebehelyi. Kovács. Fodor Éva kapja, gyönyörűen befordul és belövi. Fantasztikus megmozdulás volt. Hegyi Diana belövi. 23-23, egyenlő az állás. Sárkány. Lovicsék meg is kapja, Kozserán belőheti. Gyönyörű mozdulattal be is lőtte. Tóth Orsolya vele szemben. Lovicsék itt nem lövi be a kipattanó, viszont nincs meg a makójaknak. Az egyenlítésért mehetnek a vendégek. 27 másodperc van még hátra. Újra Hegyi, Kovács majdnem eladta, Kozserán rontott ki. Kis törbe. 8 másodperc van még hátra, a vendégnek el kellene lőniük, hogy kiegyenlítsenek. És ebből pedig le fog járni az óra valószínűleg. Lövést fogja Kozserán, de a lényeg, hogy nem ment be.